4 és 30-ban, sima van is ugrandom. Ne fékezni, mennyi? Rajta, jobb hasz, menjél! Jobb hasz! Rajta, bal hasz! Vissza bal hasz! Megjött a 30! 30 és jobb 4-ből a bal 4! Utoljára, akkor volt az utolsó versenyünk, akkor még Ladával. Aztán hát eltelt egy pici szünet, volt egy kis szünet, ugye volt a Covid is, meg nem is tudtunk menni. Aztán tavaly úgy alakult az életünk, hogy sikerült szert tennünk egy Mitsubishire, úgyhogy most idén kipróbáljuk. Sokat nem tudtunk vele menni, Rábaringen mentünk vele, ott kipróbáltuk a kocsit, nagyon jó indulatú, de Szilveszter Rallyn tegnap sikerült vele először menni élesbe, úgyhogy tegnapi nap volt a vízválasztó. Bármennyire is 2004-2005-ös technikáról beszélünk, iszonyatosan jó az autó, nagyon jó indulatú. El kell hinni, hogy az összkerék meg minden tudja a dolgát, el kell hinni, hogy a Ladához köze nincs. Sokkal nagyobb a kanyarsebesség, mindenben sokkal gyorsabban történnek a dolgok, úgyhogy egy álom az autó. Szeretnénk szintet lépni. Elvárás igazából még mindig az, hogy jól érezzük magunkat, mert ez azért megmaradt a zsigulis múltból, tehát szeretnénk jól érezni magunkat. Úgy komoly elvárás tulajdonképpen nincsen. Végig tudjuk menni, jól érezzük magunkat, és ami a lényeg, nagyon-nagyon sokat kell menni az autóval, mert ezt az autót nagyon szokni kell. De úgy konkrét elvárás nincs. Teljesen random beszélgetésből indult, és egy Rábaringhez összeültünk, és így alakult. Iszonyat tempós, nagyon brutál. Zsigulihoz vagyok szokva, úgyhogy igazából tényleg brutális tempó van. Sima jobb, 50-re a bal 2, ott lesz a bal 2, rajta jobb 2 hosszú lefelé, jobb 2 hosszú lefelé, és a bukkanban a jobb 2 hosszú, megint. Szépen szeretnénk első körben megköszönni nyilván a családnak, a barátoknak, a szervizcsapatnak, meg tulajdonképpen mindenkinek, aki részt vett ebben, hogy mi itt tudjunk lenni, és részt tudjunk venni ezen a versenyen. Úgyhogy mindenkinek megköszönjük a lehetőséget, a szervezőknek is, hogy újra megrendezték, és köszönjük, hogy itt tudunk lenni.